Köszöntök mindenkit, ez itt a TNG Podcast negyedik évadának első része, a mikrofonnál Barkóci Norbert. Hát egy picit megkéstünk, mert ez február erején fog kimenni az, az első podcast, úgyhogy utólag is mindenkinek boldog új évet. Az évet egy régóta várt filmmel fogjuk kezdeni, többször volt már itt szó, a tényegi podcast keretein belül érintettük, de még eddig nem tértünk ki rá alaposan. ezt ma bepótoljuk, nem más, mint a 2014-es Ex Machina című filmmel fogjuk ma az évet kezdeni, Alex Garland rendezésében, és ebben segítségemben lesznek beszélgető társaim, itt van velünk dr. Égerházi Zsuzsanna, szia Zsuzsi! Sziasztok! És itt van velünk Vargósa és Szia Orsi. Sziasztok! Tudjátok, hogy nem akartok lemaradni az aktuális részről, akkor kövessetek be minket Facebookon, TNG Profession néven, ahol mindig a podcast megjelenése előtt láthattok infót az aktuális állapotokról. Szokásos csatornákon, Spotify-on és YouTube-on tudtok minket hallgatni. Mielőtt belekezdenénk a filmben, arra gondoltam, hogy az aktualitásokat fussuk itt át filmek, sorozatok terén. Ugye, ugye új év január van, azért ez tipikusan ilyen uborka szezon szokott lenni a mozikban, de attól függetlenül azért lehet találni egy-két olyan filmet, amiket amiket mondjuk az Oscar, Oscar szezonra időzítettek be, tavaly jelent meg, de hozzánk csak most érnek el. Látotta valaki bármit már az idei 2024-es felhozatalból, ami említése méltó uh, sorozatok, filmek tekintetében. Én nekem csak a True detective van, ami új, és ebben az évben jelent meg, és úgy láttuk, a True detective a negyedik évada, ami friss, uh, ugye még az első évada, az hát nagyon régen jelent meg, talán tíz éve, a, a múltkor azt olvastam, azt hiszem, és egyébként azt hittem, mivel hogy azt olvastam róla, hogy a eredeti író már nincsen benne, hanem ő csak producerként van a projektben, hogy talán nem lesz annyira erős, de egyébként az első két rész alapján elég jónak tűnik, vagyis nekem nagyon meggyőző eddig hozzá ugyanazt a sötét, sejtelmes hangulatot, mint az eddigi évadok, és mégis szerintem egy kicsit kevésbé elrugaszkodott, mint mondjuk a, a második, harmadik évad, nekem azok nem tetszettek annyira. Orsóval mi együtt láttuk ezt a Night Country alcímet viselő negyedik évad, Jodie Fosterra most indultál, és igazából e, amúgy teljesen okés volt a kezdés, még kiemelkedő, de most így a második és már amikor felveszik ezt a podcastot, a harmadik rész is kín van, egyre több e, utalás van az első évadra, klasszikus, legendás első évadra, úgyhogy itt lehet, hogy több szálon is kötődni fog hozzá, mert a második és harmadik évad azért annyira nem a karakterekhez, meg a sztorihoz, az első évadnak, az is első évadhoz, de most itt a negyedikben lehet, hogy ez máshogy lesz, úgyhogy ja, én is kíváncsian várom. Aki, akine, akinek, tetszett az első évad True de a kettő-három nem, annak is azt ajánlom, hogy a negyediket próbálkozzon meg. Én egy nagyon furcsa ember vagyok, én nem láttam végig az első évadot soha, a másodikat egyáltalán nem, a harmadikat viszont megnéztem, mert miért ne, végül is antológia, de lehet, hogy el fog jönni ez a pillanat, hogy újra nekifutok az elsőnek, és akkor szépen végtom. Nekem is hasonló élményem volt az elsőben, én láttam az egészet, de nagyon, nagyon vontatott volt, és emiatt én is szembe megyek a fősodorral szerintem ezzel kapcsolatban, hogy nem vagyok egyedül. <laughs> jók voltak az alakítások, meg minden, de igazából nagyon így, így elnyújtott, ilyen spirituális, elrugaszkodott volt az egész, és akkor ilyen nehezen befogadható. Szerintem a többi évad talán jobban befogadható Hát, ó, csak, csak kicsit jobban szerte ágaznak, és emiatt sokkal nehezebb lekövetni. Igen, én is emiatt hagytam fel vele anno. nagyon jellemző az, hogyha mentálisan megterhelő időszakot élek, legyen ez vizsgaidőszak, vagy nagyon-nagyon sűrű munkaidőszak, akkor a, nem nagyon az ilyen sötét, vagy nem tudom, ilyen spooky vagy darknak hívtátok ezt, én az ilyen lighthearted, felszabadult, Komolyabb vagy munkát nem igénylő dolgokat szeretem ilyenkor nézni. És ennek megfelelően 2024-ből eddig a Percy Jackson-t láttam, aminek ha minden igaz, akkor ma érkezett meg az utolsó része, és a podcast után be is fogom fejezni. Nem láttam a filmet, nem olvastam a könyveket, de a görög mitológiát azt nagyon szeretem, és állati szórakoztató, teljes kikapcs, látványos, nem fogsz rajta se zokogni, de néhány jókat nevetni, szóval én nem úgy ajánlom. Én nem ismerem amúgy ezt a sorozatot, de hogyha már görög mitológia, akkor oda van egy meglepő javaslatom könyv, a Stephen Fry-nak hogyha ismeritek, ugye elég ismert komikus, csak nem mindenkinek szokott a névről beugrani, és neki van egy könyv, ami a görög mitológiával foglalkozik, ilyen nagyon humoros köntösben, azt tudom ajánlani. Én a tavalyi évből uh, pótoltam néhány nagy kimaradást, például ugye a tavalyi év végén felvett uh, évértékelő podcast, Zsuzsi neked ugye a BR cím sorozat, az volt a, az a number one, az lett a top egyes, azt, 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 azt bepótoltuk az első, mert végülis mind a két éved igen, az első két éved tetszett, voltak nagyon erős részek benne, úgyhogy, úgyhogy tök jó, tök jó volt. Ö, további ilyen nagy lemaradás, vagy kimaradás igazából, amit még tavaly nem tudtam megnézni, de idén pótoltam az a, az új Napóleon film, Joaquin Phoenix-szel, Sherry Liszkát rendezésében, Ö, eléggé monumentális, jól sikerült, szerintem inkább jó, de azért látom, látom a gyengét, aki egy kicsit is szereti a történelmet, azért vannak van a van, pontatlanságok, de, de elég jól hozza a hangulatot ezt a, ezt a francia 1800-es évek eleje Franciaországot, Ha ez valakinek tetszik, akkor én mindenképpen ajánlom. Illetve volt még a Rebel Moon című Skiffy, Zack Snyder rendezésében. Ez, az, az, negatív értelemben hatalmas csalódás volt, és ennek már jön a második része, és sokat vártam attól a filmtől, de ne, nem, nem nagyon, nagyon gyenge lett, úgyhogy azt, azt nem ajánlom, az kiegyhatós. És volt még egy, hát én azt, azt reméltem, hogy egy versenyzős film, a Ferrari, Michael Mann rendezésében, hát ehelyett inkább egy ilyen életrajzi filmet kaptunk az öreg Enzo Ferrari életének egy nagyon szűk részét mutatja be. Nem teljesen azt kaptam, amire számítottam, de lehet, hogy erről lesz egy külön podcast is, úgyhogy most többet nem mondok. Bepótoltatok a évből valami nagy kimaradást? Volt, és az évvégi podcastben említettem is, hogy nekem az Only Murders in the Building első-második évad a hatalmas kedvencem, de tavaly nem fér bele a harmadik évad megnézése. Pótoltam, és csodás volt. Tehát képesek évadról évadra javulni, hogyha ilyet lehet mondani, pedig én már az elsőt is imádtam. Illetve szintén 2023-as film pótoltam, az a Totally Killer című csodálatos horror komédia, és tényleg csodálatos. Én nagyon-nagyon szerettem annó a 90-es éveknek a film stílusát. Ez a minden belefért mindig, és volt egy ilyen kempi érzete szerintem az egész évtizednek. Na most ez a film tökéletesen hozza. Nem kell belegondolni. Látványos, időutazós, horroros, humoros. Olyan tökéletes kikapcsolódást nyújtott vasárnap este, hogy én tényleg csak ajánlani akarom, de senki ne váljon el tőle semmi komolyat, és akkor elvezni fogja. Per az nálam is futott, és a, a minden két évad, ha, ha, lehet ilyet mondani, az tényleg még a második évad emelte a tétet az elsőhöz képest. Tehát, hogy ez ilyen nem is nagyon szokott lenni, vagy nem tudom, én, én, nagyon ritkán találkozom ezzel, hogy, hogy még a második évad, ha lehet, még sokkal erősebb, mint az első, és már alig várom a harmadikat, hogy jöjjön, hogy ha lesz, remélem, hogy lesz, mert nem tudok semmi konkrétat jelenleg. De nagyon örülök, hogy akkor nektek is Nagyon. Ha első helyre pakoltam, akkor. <gül> nagyon. <gül> tényleg Jimmy Lee Curtis mellékszerebben le nagyon hatalmas hatalmasat alakított. És egy kicsi előretekintés, így a 2024-es évre, hogyha már éve leje van, mik azok a címek, amiket le, leginkább vártok, vagy mik azok, amiket már ö, be van írva a naftárban a megjelenése, hogy akkor azt mindenféleképpen nézős, nézős lesz ebben az évben. Én nem vagyok annyira a rajongó, de véletlenül mind a kettő, amit összeszedtem, az Emily Blunt főszereplésű, és az egyik az a Quiet Place-nek az új része lesz, amit még csak most hallottam róla, hogy lesz egyáltalán, és nem Krasinski fogja rendezni, de de gondolom, hogy ugyanazon a vonalon halad, mint eddig, és az első kettő nagyon tetszett, szóval remélem, hogy a harmadik is legalábbis nagy elvárásaim vannak ezzel kapcsolatban. A pontos megjelenést, ezt nem tudom, csak hogy 24-re van előirányozva. És a másik, az pedig a Fájdalom ügynökei című, Pain Hustlers, az az angol címe, és ott meg Emily Blunt és Chris Evans, a másik, és ott meg ez a opioid függés botrányt lovagolják meg, és egy gyógyszer cégről szól a film, elvileg olyasmi stílusban, mint a Wall Street farkasai, ami szintén nagyon bejött, úgyhogy, úgyhogy remélem, hogy ez is jó lesz. Ugye Netflixen elérhető lesz, úgyhogy remélem, hogy sokan hozzáférnek majd. Én már nagyon várom. Kicsikét le vagyok maradva szerintem a bejelentett uh, filmpremierek tekintetében. A sorozatpremiereket viszont uh, átfutottam még 2024-re, és mondom őszintén, kicsit aggódok, hogy ez egy unalmas év lesz, mert úgy, úgy nagyjából semmi olyat nem láttam mondjuk a pilot season betervezve, ami az én fantáziámat megmozgatná, de, de, remélem, hogy kellemesen fogok csalódni idén. Meglátjuk mindenféleképpen, mert számolj be, vagy már az évvégi beszámolóba, akkor, akkor visszatérünk, hogy tényleg ilyen lettem, mint amire számítottál. Én is azt írtam egy párt, azért itt <coughs> filmek terén azért lesz itt egy dűne második részünk, de Villeneuve rendezésében, az már március 1 szóval egy hónapon belül azért már itt lesz, úgyhogy az, az én nagyon reménykedek benne. Az első rész az azt hiszem a 2021-es toplistám első helyezettje volt, az első dűne tőle, úgyhogy a ja, második ezáltal nyilvánvalóan város. Aztán a, a Portings, amit szerintem említettünk már a podcastben, a, a tavalyi év végében a, a Szegény ö, Párák? Szegény Párák? szerint az a magyar címe. Na ugye ez most jutott el január végén a magyar mozikba, úgyhogy itt is kicsit fura, tehát nem egy ilyen mainstream film, nem fog ez mindenkinek tetszeni, de nagyon jók az alakítások benne, úgyhogy azt mindenféleképpen meg akarom nézni. Lesz meg itt Mad Max folytatásunk Furióza címmel, az az a mm, az újabb Mad max ugye a forgatása, a Tom Hard is. Az első része nekem nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy ezáltal a folytatás is. Lesz nekünk Deadpool 3 is, ami csak azért kiemelkedő számra, mert ugye Wolverine, Hugh Jackman ismét egy utolsó szerepre visszatér. Ezt, hát ezt, ezt nem lehet kihagyni, és hát azért, hogyha képregény filmek, akkor a Joker második része, Lady Gaga-val kiegészül, úgyhogy hmm, izgi, izginek tűnik. És akkor kanyarodjunk át a mai témánkra, az Ex Mahina című filmre. Egy nagyon rövid szinopszis, hogyha valaki esetleg nem látta volna, bár az nem tudom, miért hallgatja ezt a podcastes ráadásul, tíz éves filmről van szó. Minden esetre a Kéleb, 24 éves és programozó, a világ legnagyobb internetes cégénél megér egy versenyt, amelynek a díja, hogy egy hetet tölthet egy privát hegyi nyaralóban, amely Nathannek a cégvezérigazgatójának a tulajdona. Ám, amikor Kéleb megérkezik, a mindentől távolású luxusházba rájön, hogy tulajdonképpen egy különös és lenyűgöző kísérletben kell részt vennie. Na tehát az első szokásos kérdésem az ennyi, hogy mikor láttátok először, hogy annó, amikor kijött ez a film, vagy, vagy esetleg most, bár sejtem a válaszokat, és mik voltak az első benyomások, amikor első, először láttátok a filmet? Én annó láttam 2014-ben, és abszolút imádtam, és másodjára most néztem meg konkrétan ma a podcast előtt, és az elején ugyanazt az érzést hozta, hogy hát ez csodálatos, fantasztikus, imádom minden percét. Úgy érzem, hogy a végére árnyaltabb lett a kép, és próbáltam visszaemlékezni, hogy eredetileg mit gondoltam, miközben néztem, de hát már nem ma volt, így, hogy azért a főpontokra emlékeztem, teljesen más szemszögből néztem, viszont még mindig egy olyan film, amit szerintem látni kell. Az az benyomásom az, az volt, hogy egy kicsit, tehát egy nagyon komoly témákba merítkezik bele, viszont mindenben egy kicsit úgy belekapkod inkább, szóval nagyon rövid maga a film amúgy egy, egy átlagos mozifilmhez képest, és hogy nagyon komoly kérdéseket érint, tényleg, és tök elgondolkodtató, de mindenben csak egy picit úgy belekap, és igazából nem ö, válaszolja meg ezeket a kérdéseket, persze, szerintem ez nem is cél. Tehát, hogy inkább ez egy ilyen gondolatébresztő film lenne, hogy mi magunk gondolkodunk el azon, hogy hogy használjuk a, a keresőmotorokat, meg úgy egyáltalán az AI hova tud majd kifejlődni, bár az, hogy tíz éves ez a film, és ennyire előre előretekintő volt már akkor, szerintem ez nagyon durva. Tehát, hogy én megválaszolva a másik kérdést is, én kb. két hátra láttam először és most van az, hogy ugye az éjjel kezd betörni, és most ezek a kérdések már tényleg helyén valóak, vagy hát aktuálisak, hogy, hogy mit kezdünk majd az ai meg hogyan fog, ez, hogyan fog ez befolyásolni az életünket. És a másik fontos, hogy, hogy én abszolút a Oscar -nek a karakteréről Elon musk asszociáltam. Ez a, a tényleg ez a feltaláló meg akarja váltani a világot az egójában, igazából minden elé helyezi, és nekem ez, ez totál párhuzamba került. Amúgy nyilván nem sokat tudok elomászni a magánéletéről, szóval, hogy azok a részek, ezek nem, nem tudok arra nyilatkozni, hogy az, hogy iszákos is, meg úgy egyébként, ezek hogyan vágnak össze az ő természetével, de, de alapvetően ezek a főpontok, ezek nekem nagyon ráhajaztak egyébként. Ez volt az első benyomásom. Én általában egyet -egy szoktam érteni Orsi meglátásaival, és most konkrétan jobban megfogalmazta azt, amit én gondolok, mint ahogy én gondoltam rá. Nem tudom, hogy a podcastben beszéltük el, de hogy mostanában egyre hosszabbak és hosszabbak a mozifilmek, mert már ott járunk, hogy szünetet kéne beiktatni moziban, és szerintem ez volt az első film, egy óra, 40 perc körül mozog, aminek a végén azt gondoltam, hogy fú, ez elbírt volna még egy fél órát hogy ne felszínesen érintsük ezeket a témákat, hanem ki tudjuk bontani őket jobban. Abszolút. Tehát a múltkor ugye kidörzött a Flower moon beszélgettünk érintőlegesen, és hát ott szerintem az a témát, az jobban be lehetett volna a csomagolni akár egy két-két és fél órás moziba is. De például ez, ami annyira sok és mély témát érint, ez bőven megért volna akár egy két óránál sokkal hosszabb filmet és abszolút. Ugye a filmnek a rendezője, ez az, az Alex Garland, akitől azért már elég egy jó pár dolgot láthattunk. Ugye a eset még annól azért a 28 nappal később, 28 héttel később még ahhoz is volt köze, azokkal a horrorokkal kezdte, de volt köze videójátékokhoz is, annak is ilyet a Devil May sorozatnak is történetét. elég hasonló, egy picit más a film, az Annihilation, ami az Ex Machina után jött ki 2018-as. A, a, sorozata, van egy sorozata is, a Devs 2020-ban, nekem egyik így egy nagy, nagy, kedvencem, és idén is érkezik új filmje, Alex Garlandnak a Civil War, című amerikai, hát amerikai földön, az, az előzetes alapján legalábbis arra, arra következtetek, hogy Amerikában játszódó valamilyen támadás, terrorista fenyegetés utáni polgárháború kitör Amerikában. Mindenféleképpen érdemes lesz azt is majd megnézni. Úgyhogy azért egy picit így, így egy kicsit ilyen elvontabb, kicsit gondolkozósabb stílusban, meg témákban szeret azért dolgozni, de azért még, még szerintem ott van a közönség Barát rendezők között, tehát azért nem az a nagyon köldök nézős, de, de el lehet gondolkozni a filmjein, és nem feltétlenül mindig egyértelműen a szájbarágos módon jutatja el az üzenetünket, hanem hogy egy kicsit így, így fel feldobja a labdát, és akkor kiben, kiben milyen kérdés fogalmazódik meg. A színészek tekintetében ugye van egy Donham Gleesonünk, akiről már azért volt szó a about time-ban, romantikus komédia oldaláról. Oscar Isaac, aki még itt szerintem azért nem volt annyira híres, még nem volt annyira befutott, ugye azóta egy Star Wars trilógia, ha csak ezt mondom, az van mögötte, de nagyon sok másban is szerepelt, de ott még azért talán kisebb néz, név volt, illetve egy Alicia, Alicia Vikander, ugye ő játsza itt a Éva, az androidonkat, színészügyileg hogy, hogy tetszettek az alakítások? Szerintetek ki, ki volt itt, ha volt egy gyengébb alakítás? Én nagyon-nagyon szeretem Dom Hagliszont, az időről időrőlben is nagyon szerettem, a Harry Potterben is nagyon szerettem, igazából nem hiszem, hogy láttam olyan filmet, amiben ő benne volt, és ne tetszett volna. Ö, Oscar Isaac akkor, mikor először láttam, még mellékszerepeket kapott nagyon-nagyon sok esetben, viszont szerintem állati jó színész, és azóta az akkori véleményemet igazolta az ő karrierje is. Uh, szerintem mindenki nagyon-nagyon erős volt, uh, és az igazi színészi játékok szerintem az ilyen, az ilyen típusú filmekben mutatkoznak meg. Tehát nem hatalmas CGI jelenetek, nem sötétben felveszünk nagy harcokat, hanem nagyon-nagyon sok közeli felvétel. Uh, szóval én... Én szerintem nagyon jók voltak. A casting is nagyon jó volt, a színészek is passzoltak, szóval. Én a Domhár nem láttam más filmét eddig, ha jól emlékszem. De amúgy nagyon ismerős volt a tartozó, szóval az is lehet, hogy igen. De Black nekem, Mirror, a Black Mirror-ban láttuk, ott is törőd egy ilyen. Uh, ott is a, igen, tényleg. az a részben hetszor rész, halála halála után, 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 igen. Halála, igen, halála igen, után, Tényleg, igen. André akkor visszavonom, is. akkor láttam. De hogy valahogy nekem ő olyan kicsit olyan szintelen, szaktalan figura volt, de ez egyébként szerintem a karakteréhez is hozzátartozik a filmben, szóval, hogy az így uh, hozzátartozik. És uh, hát ő szerintem ezt a tipikus geeket hozta, akit kellett amúgy az ő szerepében hozni. Az Oscar láttam már más filmét is, és amúgy szerintem ő tényleg barom jó színész, tehát hogy minden más megjelenésében hogy totálisan más karaktert hoz, és, és, nagyon jó. <laughs> szó. Szóval, tényleg ő tehetséges egész egyszerűen. Nem mintha Dom ne lenne az, csak Oscar Isaacről több tapasztalatom van. És Neki van egy sorozata is, ha jól tudom, mert a jelenetek egy házasságból, azt is szervezem megtekinteni, mert az is ö, ö, tök jónak hangzik egyébként, és ő, a Jessica Chastain, igen, a másik, aki játszik benne. ő is elég ö, színvonalas ö, szerepeket szokott hozni, úgyhogy ö, szerintem ez is jónak ígérkezik. Ö, és az Alisa Vikanderről pedig én, én nem tudom, hogy hogy uh, itt nagyon szépen dolgozott a CGI, vagy az a nő ennyire gyönyörű, de nagyon-nagyon szépnek tűnt, és nagyon-nagyon gyönyörű robotot uh, csináltak belőle. És uh, alapvetően más filmekben szerintem őt sem nagyon láttam, de de ezt a, ezt a szerepet nagyon jól hozta egyébként. Uh, tehát, hogy, hogy ez egy tisztességes alakítás volt, úgy értem. Történet során, ugye Nietzsche, az Oscar Isaac által alakított Nathan, ugye kifejleszt, megteremt, leprogramoz, felépít egy, egy, egy mesterséges intelligenciát, illetve ugye egy testet is ad, egy ilyen, egy ilyen Android robot testet is készít, aztán spoilerre lehet később kiderül, hogy ugye nem is egyet, és azért ez az, az megint most, így az elmúlt egy-két év AI történésével, megint azért eléggé aktuális, vagy egybe, vagy megint aktuális, de azért látjuk, hogy azért ez egy ilyen eléggé stilizált, elképzelt, nem is tudom milyen megközelítés a dolognak, szóval, hogy látjuk, hogy ugye ma napság például, hogy működnek az AI eszközök, különféle eszközök, milyen szinten működnek, és azért, hogy mondjuk egy ember, egy zseni, akkor akár még egy zseni is legyen, félrehúzódva egy kis házba magának, teljes egészében az a, a nagy nagybetűs ugye ai mert ugye van nekünk már nagyon sok nyelvi modell, generatív AI-ok, -ok, stb. 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 Még legjobb esetben is egy-egy ilyen szűkebb területre vannak specializálva, de ugye itt egy ilyen, egy ilyen teljesen általános értelemben lett AI-t használ fel, és azért, van egy mondat, talán nagyjából egy mondatnyi megmagyarázása ennek, hogy, hogy ugye a, hát a Google filmes megfelelőjét, a Big Blue-t, talán a Big Blue-nak használják, hogy ez ilyen kereső motor, és gyakorlatilag ezekből az inputokból dolgozik. Megmondom őszintén, hogy ezek szövegalapú inputnak tűnnek nekem, mint ahogy általában nem tudom, a Google-re persze lehet, a Google-ben is kép alapján, hanglapján keresni, de azért lássuk hogy 999 ban ezek szövegalapúak, tehát hogy csak abból, csak olyan inputokból nem biztos, hogy tudom, hogy hogy lehet összerakni, de még akár is fogadhatjuk. Már itt az erős GDPR kérdés is felvet, erről biztos tudnál többet mondani, és szóval itt vannak, itt a vannak, 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 itt ilyen, ilyen aggályok, de ettől függetlenül is azt mondom, hogy amúgy jól, viszonylag jobb be van mutatva ez a, ez a, része a filmben. Nem csak a keresőmotort használta, hanem a keresőmotoron keresztül konkrétan mondta, hogy belépett az összes kamerába, és mindenhez is hozzáfért a úgymond a világon, és ezzel nem volt egyedül. De amit ne felejtsetek el, hogy ez egy 2014-es film, a gdp pedig 2016-ban jött ki, és Európát fedi le, az amerikai uh, ekvivalenci döntések, hát azok még sokszor most is gyerekcipőben járnak, tehát bár itt Európában úgymond védve vagyunk, vagy legalábbis az alapjai megvannak annak teremtve 2016 óta, hogy védve legyünk, de Amerikában és Ázsiában ez azért még egy sokkal-sokkal nyitottabb kérdés. Uh, szóval csak egy kis jogi háttér az egészhez, de magának a privát a kérdése nagyon-nagyon érdekes a filmben, és nem csak az emberekre levetítve, hogy mennyire volt helyes az, hogy ő hozzáfért ezekhez az adatokhoz, és említette is, hogy te minden más gyártó tudta ezt, és ők is csinálják, de az is például, hogy ha létrehozunk egy AI-t, vagy ha létrehozunk egy ai on működő androidot, akkor nekik jár-e a privacy, Jár, járnak-e nekik személyiségi jogok, és honnantól számít egy AI embernek, vagy mikor adunk neki emberi jogokat, eljön-e ez a pont, és kell-e, hogy kapjon emberi jogokat, ez szerintem egy állati érdekes téma. Szerintem pont ez az egyik ilyen nagy üzenete a filmnek, hogy, hogy mire figyeljünk oda, tehát, hogy így átételesen ez egy ilyen tanulsága az egész történetnek, hogy, hogy jobban odafigyeljünk a saját privát szféránkra, meg úgy egyáltalán az internetes tevékenységünkre, meg főleg a keresőmotorokkal kapcsolatban. És szerintem itt nem csak a keresőmotorok kérdése érdekes, hogy mire keresünk rá, hanem ugye az a része a dolognak, mint ami a célzott hirdetéseknél megy, hogy az összekapcsolt fiókok közt is mindenféle átjárás van, és a, azt nézi meg, hogy minket mi érdekel, gyakorlatilag felépít belődünk egy ilyen személyiségképet, és az alapján ajánl további tartalmakat. Szóval, hogy, hogy igazából szerintem ott erről volt szó, és, és arról, hogy mindezekhez hozzáférnek, és föl is használják. Tehát az egy dolog, hogy hozzáférnek, meg egy másik dolog, hogy föl is használják esetleg valamilyen télokra. Szóval, hogy ez egy, ez egy érdekes különbség szerintem. És, Mm, egy pillanat, mert puskáznom kell, mert hát még írtam fel dolgokat magamnak, amik érdekesek lehetnek. Ö ja igen, hogy volt egy ilyen ö benne, bár ez egy kicsit spoiler, hogy, ö hogy a későbbi ö részeinél a történetnek kiderül, hogy hogy uh, Liszon karakterének még a pornó előzményeihez is hozzáfértek, és hogy ez alapján, most nem emlékszem, hogy ez alapján alkották meg a robotot, vagy pedig az alapján választották őt a robot kísérleti alanyának, de végül is mindegy, a lényeg az, hogy a szerepet játszott a döntésben, és hogy, hogy ilyen szinten nem, nem tartják tiszteletben az embernek a privátszféráját, és ez valószínűleg egyébként is így van, tehát hogy ez már manapság már nem is annyira elrugaszkodott dolog, hogy, hogy még, még ez sem tabu. Arra visszatérve, amit említettél Zsuzsi, igen, hogy az, ezeknek az eszközöknek, gépeknek vagy ai mikor lehet, ha lehet-e mondjuk emberi jogokat adni, mert nagyon furcsa hogy egyrésztről elindulhatunk ugye abból a hagyományosabb irányból, hogy én itthon építek egy tárgyat, egy eszközt, egy robotot, vagy valamit, és akkor én tökhezve az, az miért is, bármikor is lenne, ugye, ugye bármilyen joga felhoz, az, az enyém, azt én csináltam, ö -ö -ö, összetörhetem, elpusztíthatom, le kitörölhetem és akkor hogyha hogyha meg a az a jogi, meg jogi részét most talán még nem is nézzük, hanem mondjuk esetleg az érzelmi részét, hogy ha onnantól kezdve, hogy elkezdünk érzelmeket táplálni ezek a eszközök felé, de tárgyak felé, akkor ugye az meg megint más kérdés, és ugye itt meg ugye nem is kell elmenni az éjjájuk -ok szintjéhez, ugye hányszor van az, hogy nem tudom, apróságokhoz, telefonhoz, bármi egyéb, ez szóval ugye annyira, annyira ragaszkodunk, már már túlzásba lehet is ezt vinni, ugye, hogy tényleg személyként kötődünk hozzá, az ilyen extremitásoktól, ugye az emberek, nem tudom, miket vesznek el feleségül, meg férjül egymásnak, szóval ez, ez simán benne van, és ilyen szempontból tökre félelmetes is. Na jó, de szerintem pont érdekes ebből a szempontból, hogy az AI robot, az még mindig egy tárgy. Szóval az, hogy most neki emberi jogokat adjunk, az, az olyan, mintha én, én érzelmileg kötődöm a plüsmackomhoz, és neki akarok emberi jogokat adni, ez, ez nem, nem igazán megfelelő, vagy hát nem is tudok rá jó szót mondani, hogy, hogy megfelelően, vagy helyén való de minden esetben nem logikus, szerintem, és az AI az egy ilyen kiterjesztett tárgy, szóval, hogy igazából még mindig egy tárgy, de mégiscsak vannak olyan funkciói, amik az emberhez hasonlítanak, de az csak egy tanult viselkedési forma, nem pedig egy, egy saját viselkedési forma. Legalábbis nekem ez egy ilyen konzervatív véleményem az AI-ról, aztán lehet, hogy már tíz év múlva máshogy fogom gondolni, de szerintem az AI az másolja az emberi viselkedést, csak nagyon élethűen másolja, de ettől még nem lesz ember, vagy nem lesznek érzelmei. Na igen, és amúgy jól is, hogy felosztad, és akkor itt ugye el is érkeztünk ugye a Turing teszthez, ami ugye a filmben is megvan nevezem, vagy érintve van, hogy ugye kelebb, kelebb esetén is ugye enne, ezen kell átmennie, hogy ugye eldöntse azt, hogy amit említettél, hogy ezek igazi érzelmek, vagy csak ö, tökéletesen szimulálja és belőlem ki tudja váltani. Tehát, hogy keleb és ugye ezen átmegy, és ugye szerintem valahol mi nézők is, hogy velünk is el tudja hitetni Éva, hogy, hogy érez vagy, vagy, vagy sem. És ilyen szempontból ugye el tudunk jutni arra addig a szintig, hogy ha én úgy gondolom, én úgy érzem, hogy az az AI vagy robot érzéseket táplál rántom, akkor onnantól kezdve az Számít, hogy ez, azok igazi érzelmek, vagy csak, vagy, csak, vagy csak leprogramozott uh, kód, kód sorok? is számít, mert mondjuk gondoljatok bele abba, hogy emberek között is léteznek szociopata és pszichopata emberek, akik nem úgy éreznek, mint egy átlag ember, de le tudják modellezni, tanulni tudják azt, hogy hogyan kell interaktáljanak ahhoz, hogy előrejussanak, és nem hiszem, hogy bárki szeretne mondjuk ilyen személlyel hosszú távon együttműködni, együtt élni, együtt dolgozni. És még Orsihoz visszacsatolva, én is a konzervatív álláspontot képviselem az AI-ja, bár amikor végigjátszottam a Detroit Becomes Human-t, akkor adtam nekik emberi jókat a végére, viszont nagyon szuper mondat volt a filmben, hogy miért adtál neki szexualitást, vagy egyáltalán azt is megkérdezhetnénk, hogy miért humanoid formát kapott az AI, mert lehetne egy szürke doboz is és tökre egyetértek Orsival, hogy igen, lehetett volna egy szürke ö, doboz is, ö, illetve, mint mindig fel kell hozzak egy Harry Potteres hasonlatot, de ott mondta Mr. Weasley, hogy vigyázz, ha valaminél nem látod, hogy hol tartja az eszét, és ne bízzál meg benne, és ez ebben az esetben szerintem érvényes. Pont ez az a rész, ami nekem nem volt annyira de hogy, hogy túl összekapott volt, vagy túl előre szaladó volt, és egy kicsit úgy le volt tudva ennyivel, vagy túl hamar történt meg, hogy, hogy ezek az érzelmek kialakultak. Tehát az, hogy, hogy elkezdték a tesztelést, és meg kb. a második-harmadik beszélgetésnél már, már szerelmes volt a robot, az egy kicsit túlzás, és ráadásul a másik oldalam, mert a robot részéről még meg tudom érteni, hogyha erre trenírozták, vagy ezt tanult, hogy ezt kell csinálni, de az ember részéről Széről, tehát, hogy ö, ö, hogy is hívták a karaktert? Caleb. igen. Szóval, hogy kélab is elkezdett iránta érzelmeket táplálni, hogy ott ő egy képzeti informatikus volt, aki azzal a célral ment oda, hogy tesztelje ezt a gépet. Na jó, tehát, de te hogy... mondtad, hogy pont az ő ideájára lett lekreálva a gép. Tehát, hogy nem volt könnyű belesni a csapdájába. Direkt. Igen, de ő tudta, hogy ez mire megy ki, egyrészt. Tehát, hogy még, még az is meg tudom érteni, hogy ugye, igen, az ő idejére volt kreálva, és rá, az ráadásul úgy lett kiválasztva ő erre a feladatra, hogy a, ugye árva volt, meg, meg minden érzelmi, hogy is mondjam, feltétel adott volt ahhoz, hogy ő könnyen kötődjön egy másik emberhez, mert hogy szüksége volt arra, hogy valakihez kötődhessen. Viszont még ehhez képest is szerintem nagyon gyors léptékkel. Alatt ez a úgymond kapcsolat, tehát hogy, hogy, hogy az emberi részről is ö, könnyen kialakultak ezek az érzelmek, mikor ő nem egy vaktezben vett részt, tehát hogy ő pontosan tudta, hogy a másik oldalon egy AI ül, és, ö, és hogy, hogy az ő szerepelben csak a tesztelés, és az, hogy ő ennyire hamar ö, szintén visszanazta ezeket az érzelmeket, szerintem az nagyon életszerűtlen volt. Ki akartam még térni egy mellékszereplőre, Kiokóra, aki igaz, hogy mellékszereplő, de szerintem annál fontosabb mozgatórugója az eseményeknek. Ugye itt ez szintén spoiler, de ugye a film egy pontján kiderül, ugye, hogy nem csak Éva az egyetlen AI, hanem volt már itt korábban is, sőt Kiokó is, akit konkrétan hát ilyen, 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 ilyen szexrapszolgálnak használja néten, és meg se tanította angolul, bár ez pont az AI-nak mond ellent, hogy egy

hogyha ugye én sem én bekerülök egy kínai közösségbe, akkor is egy-két év múlva már tudok majd beszélni. Na, mindegy, zárójel Szóval ugye kiokú egy a film egy pontján ugye megmutatja magát, úgymond Kélebnek, hogy, hogy ő is Android, ugye ezt a szintetikus bőr, szintetikus bőrt ugye lebontja magáról, és szerintem a film egyik legjobb élete, amikor ugye ezek után Kéleb ugye visszamegy a saját szobájába, és, és hát ugye az őrület jelei, vagy a pánik jelei, paranoia jelei, elkezdek megmutatkozni rajta, és ugye megvágja magát konkrétan, mert egy ponton már a saját maga létében sem biztos, és meg kell győződnie magát arról, hogy ő, ő nem android, ő, ő, ember. Szerintem az egy, az egy félelmetesen jól eltalált jelenet volt. Nagyon, de megint Orsira kell hivatkozzak, túl gyorsan történt. Egy egészséges ember mentálisan négy nap alatt nem omlik össze, mint egy kártyavár, és itt jön az az elméletem, ami lehet, hogy ellentmondásos, de szerintem ebben a filmben a főgonosz kélebb volt. Nem csak idióta volt, hanem így elkezett, magas lovan ült etikailag végig, miközben tehát elítélte nathan az egész alatt, miközben elkövetett mindent, vagy elkövetett volna mindent, amit Nathan is elkövetett, és neki köszönhetjük, hogy kiengedtünk egy ki tudja mire képes valamit a társadalomba. Szóval számomra Néten nem egy gonosz karakterként jelent meg, és nagyon szívesen láttam volna, ha kibontjuk, hogy ő miért iszik ennyit. Mert valami iszonyatosan nyomta az ő tudatát. Az, hogy most ez azért, mert mindig okosabb volt, mint mások, vagy volt annyira hülye, hogy egy mentálisan uh, instabil embert válogasson be a tesztre, anélkül, hogy pszichológusi felügyeletet és... Biztonsági szolgálatot rendelt volna a kutatóintézetbe. A, a, az más, de engem nagyon-nagyon zavart ez az egész. Az, hogy főgonosznak lett beállítva néten, az alapján, hogy összetépett egy rajzot, és az alapján, hogy szexelt robotokkal, amiket amúgy kérem is akar csinálni. Hát ez volt az egész motivációja, hogy bejött neki a nő. És akkor itt hoznám be még egy etikus problémaként azt, hogy a csaj egy most lát mindent először. Teljesen nullán van az agya igazából, ugyanúgy, mint a hörnél is felhoztam, és tényleg, ha az baj, hogy összetépték a rajzát, akkor úgy kezeljük, mint egy óvodást. És légy szíves, ne szeres együtt lenni óvodásokkal ilyen módon. Szóval számomra Kéleb egy nagyon-nagyon negatív karakter volt. A kiokó karakter pedig az egyetlen, aki tényleg átment a Turing mert rohadtul nem tűnt fel Kélebnek, hogy robot. Uh, de igazából, mint tudjuk, a valós teszt nem is a turing teszt volt, hanem évát teszteltük, hogy tudja elmotiválni a gyereket. Viszont néten nagy hibája az az, hogy csalt a teszten, mert egy hülyét hívott meg, akit arra prime volt, hogy átverhető legyen. Hogyha, hogyha egy nőt hív meg tesztelni, és a nőt át tudja verni a nő, vagy hogyha egy boldog párkapcsolatban élőt, és úgy át tudja verni, de úgy konkrétan, hogy minden egyes lehetőséget megadott a robotnak arra, egy ilyen csúszós, lefelé lejtős pályán, akkor számomra nem ment át a teszten, és nem tudom, hogy nektek hogy jött át, de ha teljesen felett volna öltöztetve a csaj, nekem ott is kilógott a lóláp, hogy ez egy éjjáj. Tehát az első két találkozásuk alkalmával, mi a kedvenc színed? Tehát, hogy még a hangszínét se tudta teljesen lemecselni, és szerintem ez szándékos volt. Igen, és ha nem nézett volna ki olyan gyönyörűen a színésznő, mint ahogy, soha nem ment volna át a testen a palinát. És az első dolog, amit felkiáltottam, miközben néztem, az volt, hogy raktál volna be egy csúnya robotot. És nem ment volna át a testen. A Hör filmóta film óta tudjuk, hogy elég, hogyha a hangja szexi igazából. Úgyhogy. De úgy érdekes, érdekes dolgokat mondtál, Zsuzsi. Igen, az, hogy például az első beszélgetésük mennyire mondjuk ilyen, ilyen uh, uh, bagatel volt, tehát hogy az, 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 az betudható annak, hogy, uh, hogy az AI fejlettségi szinte az ilyen, az ilyen, ilyen, tizenéves volt. És akkor ezért ugye meg fura is, hogy, hogy kélebb meg beleszeret, úgymond egy, egy ilyen gyerekkorú, tehát hogy intelligenciáját tekintve, érzelmi, meg klasszikus intelligenciát is tekintve egy, egy ilyen gyerek szintjén lévő AI-ba, ez, ez elég ilyen, ilyen hát kérdéseket vet fel maga után. Amit viszont meg akartam kérdezni mindenféleképpen, hogy akkor szerintetek, és hát nyilván már nincs válasz, de hogy Éva érzelmei kéle felé azok valósak voltak-e, vagy sem. Nekem van egy, van egy teóriám, de először meg szeretném hallgatni a ti véleményeteket. Én még annyit hozzátennék az előző témához is kapcsolódva, hogy szerintem nem. Tehát az a gyerekesség az azért nem feltétlenül játszik, hogy, hogy, gyereknek tűnik a robot, mert, mert még annak sem. Tehát, hogy még egy gyerek is sokkal természetesebben viselkedik. Igaz, hogy érzelmileg fejletlen, de sokkal természetesebben viselkedik, és itt inkább nem is, nem is arra van szó, hogy, hogy gyerekes a viselkedése szerintem, hanem az, hogy művi a viselkedése. Tehát egyszerűen nem, nem emberi, és, és, hogy emiatt kell olyan furcsa érzéseket az emberben, vagy hát ö, emiatt lenne furcsa beleszeretni, mivel hogy, hogy nem igazán emberi a viselkedése. És akkor, ha már érzelmekről beszélünk, akkor nyilván egy, egy ember társunkba könnyebben szeretünk bele szerintem, mint egy robotba, éppen emiatt. Ö, és Ugye a másik kérdés az volt, hogy hogy valódiak ez érzelmei a robotnak, hát szerintem nem. Tehát ugye, mivel a konzervatív álláspontot képviselem, ez, ez is hozzátartozik, hogy szerintem semmiképpen nem. Tehát, hogyha valamilyen ö, érzelmeket mutat, ez ugyanaz, mint amit a Hörnél is gondoltam, hogy ö, hogy ez mindegy másolat, mindegy, egy tanult viselkedés, egy. egy ö, tehát egyszerűen egy, egy visszajátszása az emberi viselkedésnek, és lehet, hogy mesterfokon át ugye hitetni a másikkal, hogy az így van, mert olyan szavakat, kifejezéseket, mozdulatokat használ, de ezeket mindet tanulta, és ez, ez, nem valódi. És tehát akkor, akkor, akkor nem, nem valósak az érzelmei, tehát mindig a film elétől kezdve, vagy a Éva van kezdve, neki az volt a célja, hogy onnan kijusson és kész, tehát csak mindenkit ezért felhasznált ez, ez, ez a te álláspontod. A végére ez az álláspont, amíg én az elején még azt gondoltam, hogy hogy igazából csak néton programozta be valamire, amit, amit el szeretne érni. Tehát, hogy odaig nem mentem volna még az elején, amikor elkezdtem nézni a filmet, hogy ebből az lesz, hogy ő egy ilyen nagy, hogy mondjam egy ilyen összeesküvést rak össze, és akkor ő innen ki fog jutni, és minden ennek az érdekébe történik, hanem egyszerűen csak Nathan el akarta érni a célját, és el, ehhez valamilyen viselkedésre beprogramozta, amit, amit, neki el kellett érnie, de egyébként oda is elmennék, hogy, hogy nincsenek érzelmei, tehát semmilyen szinten nincsenek érzelmei, hanem, hanem minden, ami érzelemnek tűnik, az csak egy tanult viselkedés. Abban abszolút egyetértek Korsiba, hogy a kéleb felé tanúsított érzelmei abszolút nem valósak, uh, viszont uh, szerintem azt kimondhatjuk, hogy életöztöne az volt, szabadságvágya az volt, de megint tök érdekes kérdést vetett fel Orsi, hogy mi van, ha az is tanult? Mi van, ha tanulta, hogy az embereknek van életöztöne, és feltételezte, hogy neki is védenie kell a saját létét? Mi van, ha megtanulta, hogy az embereknek van szabadságvágya, és ezért volt tök érdekes ez a sakkos példa a filmben, és amúgy szerintem néten tökéletes időpontban hívta fel rá kérem figyelmét, hogy végig gondoltad -e, hogy ő sakkozik veled, de tudja, hogy sakkozik veled, és tudja, hogy mi az a sakk. És nem hiszem, hogy ideig eljutottunk. Szóval, bár úgy gondoltam, hogy úgy megfejtettem, hogy egyedül az élet összön az igazi érzés, de nem, lehet ez is tanult. Ha megnézzük a filmet, akkor egy bizonyos pontig e valósak voltak az érzelmei. Tehát szerintem, szerintem azok, azok valós érzelmek voltak Éva érzelmei Kéleb felé. Egészen addig a pontig, utána is valósak maradtak, csak nyilván megváltoztak. Ugye, amikor, ami már említett kiokó ugye felfelé Kéleb előtt, hogy ő is android. Viszont ezután Kéleb ezt nem mondja el Évának. Tehát van még utána jelent, hogy ők kettesben beszélgetnek. Tehát ezt az infót, hogy amúgy figyelj már, vannak még mások is rajtad kívül, ugyanolyan ai -ok, Ezt így elfelejti ee, Évának ugye el, elmondani, és van egy, egy nagyon rövid jelent, hogy kiokó benyit Évához, és ő meg is kérdezi, hogy te figyelj, te ki vagy, és akkor talán ott kiengedés, akkor te már jön a film vége. Úgyhogy ez tudja, hogy neki nem mondta el. És ez, szerintem ez volt a nagyon pici, de nagyon fontos fordulópont Évánál, hogy Aha, szóval ő tudta, és mégsem mondta és innentől kezdve már nem bízik meg Kélebben sem, Nétenben már korábban sem bízott meg, és emiatt uh, hagyja ott bezárva uh, Kélebet is. Tehát honnan tudja Éva, hogy Kéleb ezt tudta? Uh, jó, most lát, meg fogtál, nem tudom, nem volt olyan jelenet. Hogy... De, de nem emlékszem, nem emlékszem hogy volt-e. De hogy vajon tudhatta, hogy Kéleb tudja? Bár összerakhatja a képet egyébként. Mivel nyilván csak egy ajtaja volt annak a szobának, és mindenki ott jött ki be, és akkor egyszer, tehát hogy onnan jött be, ahol kéleb is, meg néten is, hát szerintem ö, lehet, hogy tud, nem száz százalékig nem tudhatta, de elég jogos feltételezés, hogy figyelj, mindenki abban az ajtóból jön ki, be, hozzám. Hmm. De azt, hogy tudjátok, hogy volt kint a szobából. Nem csak a szobában. Élt Éva. Megvan az a részlet? Várj, ezek a látomások, az azt hiszem, nem csak ilyen ilyen A képz... az első rajza. A néten szobájából való kilátást rajzolta le. Ulan, nem emlékeztem. Nem csak a Lám, szobában volt, se volt néten szobájában is. Valószínűleg, hogy ugyanolyan szekrényben, ahol a többiek luktak Egy korábbi iterációja, de, vagy nem tudom, Uh, de akkor ez megint érdekes kérdés, hogyha egy korábbi AI verziója volt, akkor voltak-e emlékei az előző életéről, és akkor ezek szerint néten egy rendes törlést nem tudnak csinálni, uh, vagy pedig tényleg nem csak a szobában volt, és járt ő már kint is, csak hazudott róla. Mert minden esetre lerajzolta a néten kilátását. Ó, oh, teljesen igazad van, és ez lesesett a filmnézése közben, ez megint egy ilyen érdekes, még egy ilyen réteg, vagy még egy ilyen réteg, még egy csavar. Hmm. Most én, el én sem emlékeztem. Viszont még arra visszatérnék, hogy a, a bizalom kérdése, hogy ő, ő tudja, hogy nem bízhat mondjuk nételben vagy kélebben, de hogy szerintem bizalmat sem tud érezni, hanem maximum összerakja a tények alapján, hogy na, akkor ő nem mondott igazat, akkor lehet, hogy máskor sem fog igazat mondani. Az olyan, mint az emberi bizalomnak az elvesztése, de szerintem emberi emberhez hasonló bizalmat érezni nem tud. Van még ugye a végső harc, úgy nyilván a filmnek úgymond a, a tetőpontja, talán ez egyetlen egy ilyen hát akciójelenet, vagy, vagy legalábbis ilyen ö, erőszakos jelenet. Azon meglepődtem egy pillanatra, hogy elég törékenyek voltak az androidok, szóval ö, Nathan simán lenyomta ugye Évát egy-egy csővel hát így le is szakadt így a karja, és kiokulnak és együtt és egy a feje, feje vagy állkapcsolja, így leszakadt. Évát, nagyon fura volt ab, abból, amikor ugye kijött a szobába, és vissza akarta parancsolni néten Évát, hogy erre az esetekre, tehát ugye egy ilyen emergency vészhelyzet leállító parancsgomb, bármi, nincs egy, nincs egy ilyen beépített ö, ö, valami, hogyha úgymond elszabadulnának erre az esetre, de aztán leesett, hogy hát vasszeg az, hogy nem épített nekik azért egy olyan nagyon, tehát nem egy terminátor testet kaptak, amivel átgázolsz a betonfalon is, hanem konkrét egy nagyobb ütéssel darabokra törik. Úgyhogy szerintem ilyen szempontból ez is így amúgy jól lett kitalálva, jól lett hogy hát ez volt a biztonsági kiskapu, hogy nem, nem voltak terminátorok ezek a ai -ok. Az egyik esetben ugye kést használnak, és így viszont az eszközhasználat, az megy nekik. Tehát, hogy hiába nem erős a testük fizikailag, de hogyha azt meg tudja tenni, hogy egy lesz leszúr egy másik embert, akkor már, másik embert, hát egy embert, akkor már viszont egy halálos fegyveré válik a kezében, tehát hiába nem elég erős fizikailag, de megvan hozzá a gógyia, úgymond, hogy, hogy azt elintézze más eszközökkel és nyilvánvalóan megint néten még volt annyira okos, mint gondoltuk, mert nem olvasott a és nem volt beprogramozva a robotika három törvénye, egyikükbe sem. Öreg, öreg hiba. A csaj meglépett. Hol fogja feltölteni magát, és meddig tart egy töltés? Na igen, ugye a filmben az volt, úgy volt megmagyarázva, hogy a lábán keresztül, tehát valamilyen, mint a, mint a mostani telókat, ilyen vezeték nélküli töltés, rálép a padról, és az összes padló lemez ugye ilyen hatalmas uh, uh, charging stationként funkcion, és hogyha ez nincs, akkor, akkor van, van kis dugalja, hogy rá, rá csatlakozzon a 2.30-ra, vagy uh, igen? Mondom, majd rá, három wireless óra töltőre, és vár három napot, vagy nem tudom. Lehet, hogy ilyen tisza virág életű, és akkor azt az egy-két napot még kielvezi abban az útkereszteződésben, és a naplementében elalszik, és örökre, örökre, hát mindegy, szóval legalábbis kikapcsol. Hát én azt el tudom képzelni, hogy mivel AI, ugye még a fizikai erő hiányával is abban az egy-két napban vagy talál egy töltési lehetőséget, mert meg tudja oldani ilyen kis kereséssel, vagy pedig, hogyha már éjjel, akkor ezt olyan átépíti magát egy olyan konstrukcióra, ami, amivel viszont hosszabban el lehet érdekelni. Tehát, hogy egyszerűen elolvas egy-két mérnöki könyvet, és akkor már meg is van. Tehát, hogy igazából mivel önfejlesztő, és ráadásul ugye az elején ugye nagyon kis ö, furcsa volt maga a robotnak a viselkedése, megjelenése is, de a végére sokkal éleszerűbb lett. Tehát, hogy ez csak egy pár nap alatt zajlott le ez a változás, ugye a film története alatt. Szóval, hogyha ebből a tempóból indulunk ki, akkor igazából, ö, hogyha ő kiszabadul, egy-két nap alatt még sokkal nagyobb léptékeket is meg tud tenni. És hogyha tetszett ez a film nektek, akkor hoztunk néhány ajánlást, hasonló műveket. Én, én maradtam Alex Garland ö, filmográfiánál, úgyhogy a már említett Annihilation Expedíció című ö, filmet 2018 ban azt ajánlanám. Ennek Natalie Portman a főszereplő, aki egy biológust játszik, és egy ilyen különleges, hát igen, egy ilyen expedícióra mennek, egy ilyen meteor kráter alap vagy miatt kialakult, nagyon furcsa dzsungel környezetbe, kicsit elvontabb, szóval, vagy két és fél fokkal elvontabb, mint az Ex Machina, úgyhogy csak azoknak ajánlom, akik tényleg az ilyen kicsit ilyen, hát furá filmeket szeretik, de esetre nagyon hát jellegzetes, erős vizoltással bír a film illetve a szintén említett sorozatot, a Devs című sorozatot 2020-ból. Az egyik kedvenc színészem játszik benne, és hát ott is hasonló, be picit más témákat érintenek. Egy évados, úgyhogy ilyen nem tudom pontosan, hogy miniszíriz, vagy milyennek a neve, úgyhogy de nincs folytatása. Nekem annó az nagyon-nagyon ütött, úgyhogy aki sorozatokat jobban szeretek, akkor a Devs címűt ajánlom. Én nekem van egy, amit én magam sem láttam, viszont... De, ajánlod? de ajánlom, igen. Már nagyon te... jó, már nem láttam. <laughs> Azt nem tudom, hogy jó-e, de nagyon érdekel, és ráadásul témában nagyon hasonlít a Dex ö, A fő szereplőgára is meggyőző, szóval, hogy már csak ezért is gondolom, hogy esetleg jó lehet, nem garancia, de hát ha, hogyha valakit érdekel, az a címe, hogy önkívület, angolul selfless, és Ryan Reynolds, meg Ben Kingsley játszik benne. Tehát még hogy re... kerestem. Igen? <laughs> Akkor lelőttem, bocsi. Szóval Ryan Reynolds még engem magyarra nem győzne meg, de Ben Kingsley, igen, tehát hogy azért elég színvonalas filmekben szokott játszani, tehát hogyha más nem, akkor ő esetleg garancia lehet a -e jó szórakozásra, viszont egy kritikában olvastam, hogy pont a Dex Mahinához hasonlították, hogy egyébként történetben nagyon hasonló dologra szó, egy, egy ö, idős ö, milliómos fitkót játszik benne Ben Kingsley, akinek megvannak számolva napjai, és ö, egy fiatal testbe költödik, de nem olyan, mint a hirtelen 30, szóval hogy egy kicsit más irányba van közelítve, és, ö, és egy nagyon jó thriller kerekedik belőle. Le, Én pedig ugyanezen a vonalon ajánlom az Altered carbon -t. a Netflixen magyar címe Valós Halál, és nagyon-nagyon hasonló tematikákat követ, csak sokkal-sokkal előrébb játszódik a jövőben. Illetve nem tudom miért, de a District nine még erről eszembe, ami érdekes és gondolkodásra ösztönözést nézze meg mindenki. Köszönöm szépen az ajánlásokat, és hát a hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk. Legközelebb majd egy hónap múlva fogunk érkezni egy újabb témával, ami egyelőre még titok, de aki követ minket Facebookon, az a podcast megjelenése előtt már informálódhat róla. Zsuzsi, Orsi, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy itt voltatok, a hallgatóknak pedig. Kellemes podcast hallgatást kívánok, találkozunk egy hónap múlva. Sziasztok! Sziasztok!